rossz állapotban lévő utca felújítására nyert 206 millió forintos kormányzati támogatást Bonyhádváros önkormányzata. A napokban megtörténik a munkaterületek átadása, és a február 7-i héten a kivitelező már el is kezdi a munkálatokat. Első ütemben a Jókai és a Hoffer Károly utca kerül felújításra, majd ezt követően az év során folyamatosan az ebben a csomagban szereplő másik három utca, konkrétan a Nádasdy utcának, a Táncsis utcának és a Vasvári Pál utcának történik meg még ez a felújítási sorozata. Két réteg új aszfaltburkolatot kapnak az utcák, valamint alépítményi és szegélyjavításokat is végeznek majd. Az előkészítő munkák körülbelül 4 hétig tartanak, ami alatt az út még járható lesz. A két utca teljes felújítása előre láthatólag március végéig elkészül. A projekt első üteme mintegy bruttó 72 millió forintba kerül. A Jókai utca 267 folyóméter hosszban átlag 6,3 méter szélességben fog megújulni. A Hoffer Károly utca pedig 390 folyóméter hosszban, összesen mintegy 2600 négyzetméter felületen kap új aszfaltburkolatot. Egy másik kormányzati támogatásból a Fáy András utca helyreállítása is megkezdődik idén tavasszal, így elmondható, hogy egy soha nem látott mértékű útfelújítás zajlik 2022-ben a Völgységi városban. A munkák idejére a lakosok türelmét kéri a polgármester.